kutatás. Jó estét kívánok! Ha a füleim nem csalnak, akkor sikoltás kategóriában rekordot döntöttünk. Jó! Ezek szerint hiányoztunk, olvastam interneten, hiányzott, mint léggömbárusnak a nyílzápor. Feladvány hírünk nem volt egyszerű, ennek ellenére sokan fűztek kommentárt hozzá, a hír maga a következő volt. Nemzetközi kőkonferenciát rendez a kőfaragó és műkőkészítő vállalkozók országos ipartestülete. A konferencia 200 magyar résztvevője osztrák, német, olasz és francia kollégákkal együtt számba veszi a Magyarország Európai Uniós csatlakozása előtti és utáni lehetőségeket. Horváth Frigyes karádi nézőnk dilemmáját osztja meg velünk. A konferenciának határozottan el kell dönteni a nemzetközi szakértők véleményét, figyelembe véve, hogy az EU csatlakozás nekünk kő vagy nem kő. Móricz Tamás, Isten tudja hányadik bögre tulajdonosa, csak ennyit tett hozzá a hírhez. A találkozó résztvevői egyöntetően megállapították, hogy Magyarországon a fúrásnak és a faragásnak van jövője. Reinelt Katalin Szentgortházról is kap ajándék bögrét a következő hozzászólásáért. Kár, hogy nem lehetek ott a konferencián, mert akkor minden követ megmozgatnék a bögrért. Essünk túl rajta. Miért? Lefejelte, mint vakondak úgy gyűrűt. Hát Andriskám, ide járok én. De mióta én itt voltam, mint ideg elme alakult ki? Vagy mit csináltam? Most mit csináltam? Én most ilyen mondatokat olvasott föl, amiket hoz a humorból. Ez nálunk ilyen auditív petting. Én egyszerűbben mondom, a jágsó az nálunk egy brémes alak. Jó volt. Én tök értettem, várjatok. Ez valami szó, vicc. Mondjál már. Először vagyok. Beszélni akarok talán. Magyarország hőse, ugye? Szeretnék szóhoz jutni egy másodpercre. Na. Tudnék... Köszönjük! Te nem a Népköztársaság hőse vagy? Mi a Népköztársaság nem Magyarország volt? De az megszűnt, úgyhogy nem tudom, hogy te most de Magyarország vagy... nem szűnt meg. Várjatok, valamit tudtok, megváltozott itt. Hát volt a hódoltság kora is. Új, ennyire ne menjünk vissza. Én azt hiszem, hogy légtere államhatára megmaradt, hőse volt, ma nincs, talán nem is kell, nem tudják hova rakni ezt az egészet, de nem... Hát, Peciké, vegyünk tudomásul, hogy mindegy, hogy te fönn voltál szőben, ezek a büdös rohadt kommunisták küldtek föl téged, nem? Ők küldhettek volna a csurkáik is, de nem értek rá, mert nem ők voltak hatalman, ők éppen akkor nyaltak a kommunistákon. De Belci, nem lehetett valami jó odafönt, ha visszajöttél? Bocsássatok meg, én csak szerettem volna bevezetőként tisztelettel benneteket köszönteni, köszönöm a meghívást és a kedves tévénézőket is. Én itt most leálltam. Hiába udvariaskodsz, az itt nem segít, azért átszállunk. És nem szokás itt, semmit nem szokás. De gyerekek, gonosznak szokás lenni. Csak a hősről csak annyit, hogy a szemetek előtt van a farkas házi az űrbe. Jó, de akár én. Szóval... Ez az egy érdekes, ezt én nagyon kipróbáltam volna. Micsodát? Ez nagyon tetszik. Fölmenni oda, és onnan megnézni ezt az egész hóbelavancot. Én nem akarok elő... Tényleg azt mondták is a múltkor, nekem emlékszem, hogy nem szabad a híreket előre mondani, mert ide-oda vágják. De tényleg van egy olyan hír, hát azt muszáj elmondani. Ami arról szól, hogy az amerikaiak nem is voltak a Holdon. Most csak úgy... Most igazán ez még nincs bennem is. Nincs benne. Én csak meg akarom kérdezni, hogy te tényleg voltál föl? Nem. Most már ennyi év után kiderülhet itt is az igazság.
minden eseménynek van egy kihordási ideje. Ennek... Ezt én tudom. Igen? Az ennyi mély, az körülbelül 50 év. De jó, most még a 20 és félnél tartunk, úgyhogy várjatok még egy kicsit ezzel a heti értessel, aztán majd... Érhetetlen tapintatlanságot követtél el, mert hogy ugye itt van a felesége, és ha meg ő nem volt akkor az űrbe, akkor hol volt? 80-ban sikerült eldugni a sivatagban mások szerint bennünket, mert most bármennyire viccelünk ezen a témán, ez nagyon komolyan előkerült. Ezt higgyétek el, így, ahogy mondom. Hát azért kérdez. 90, amikor megtörtént a rendszerváltás, 90-94 között voltak olyan szakemberek, akik ugyan az űrkutatáshoz ingjuk nem volt, de hát ezt én csöndben mondom. Nem csöndben, ingjuk nem volt. De úgy döntöttek, hogy Farkas Bertalant eldugták az oroszok a sivatagban, és lejátszották mindazt, amit Andris említett. Igen, ilyen komolyan érdekel. Most én te meg te hogy emlékszel az egészet? Mindegy, ti dumasz. Nem is emlékszem, ne hülyes meg. Major Imrének érkezett a következő levél. Kedves heti hetes. Rizikós azért, mindig rizikós. Na de lehet mondta, eső, mondta lehet jó. Igen. Igen. Nincs itt a Gábor, ugye ez már fél siker. Kedves heti hetes. Egy olyan, erről tényleg szépen. Beszéljünk egy kicsit. Köszönöm szépen. Nincs itt a Gávölgyi, és innen is kívánunk neki. Igen. Tényleg jobbulást, és hát neked a kollégád, mert én, hogy, tehát hogy te is mondjál valamit. Dimitrov, vagy valamilyen, mondjál valamit. Hát én csak mint helyettes itt ülök, és csókoltatom őt, aki úgy tudom influenzás, nincs. És hát nagyon boldog a Kern is, hogy ezt a gázsit ő veszi föl. Ezt én utalom át, megy át oda. Levél. Én is várjam már, én is ilyen kis a Gávölgyiben, mert Andris nagyon rosszul áll anyagilag, úgyhogy a jövő héten is, ha lennél olyan kedves, beteg lennél. Mindenesetre én játszottam vele utoljára. Szegény, Isten nyugodtan, milyen jó nézett. Utolsó percig játszott. Kedves heti hetes. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy én nem betegszem meg, pedig kedvesen megpuszilt, pedig Adira már tudta, hogy nagyon beteg. Gyógyulj meg, Jani! Személykultuszban én is nem fogok itt a szélén ülni, mint egy hülye, akkor tessék. Nem akartam ezt felolvasni, de hát ha muszáj, muszáj. Igen, muszáj. Na mondd el. Mivel a heti hetes rendszeres nézői vagyunk, és nyilvánvaló, hogy az egész társaságban igazán intellektuális humor csak Farkasházi úrnak van. Ráadásul egyedül önért a társaságból a focihoz. Mit van intellektuális humor? Mert ha azt hitt, hogy intellektusa csak Farkasházinak van, azt megértem. De ez a humor, ez nagyon érdekes. Hozzáteszi, igen. Szóval egyedül énétek a focihoz, bár időnként Bajor Imre is elkiabálja magát, hogy hajrá Luis Zaváros, de ő túlságosan populáris. Így a legutóbbi tornagyőzelmünk után... A populáris úgy... azt jelenti, hogy te tetszel a közönségnek. Hogy? Igen. Tisztelettel. Most jön a lényeg, így a legutóbbi torna győzelmünk után úgy döntöttünk, hogy tiszteletbeli vadmacskává fogadjuk, ugyanis ez egy futballcsapat, méghozzá 18 éves lányokból áll. Jaj. És küldtek nekem ilyen kis aláírást, és meghívtak a következő meccsükre, popzenére kell focizni. Mimi, itt vagy valahol? Mindenesetre a levélen látszik, hogy csak egy szájuk van. Mikor jön neked 24 csaj? Még futballcsapat nem 11-ből áll? Hát én nem értek. Nekem nem csak. Egy levélben írnak, külön 24-en, az nem jó. Megtarthatom? Mit csinálsz? Kedves heti hetes. Lemegy edzésre. Hát mit csinálsz? Kedves heti hetes. Nemrég olvastuk, hogy Bajor művész úr álma volt, hogy matematikából legalább egyszer kapjon ötöst. Azt is írták, úgy tűnik, már hiába vár. Mi azt mondjuk, ne várjon hiába. És hogy Bajor Imre lelke is megnyugodjon végre, küldünk neki egy ötös szeretettel a Siklódi Hajdú Imre utcai általános iskola matematika tanárai. Nem látszik, de ide az van írva, hogy műveletek ötös. Úgyhogy műveletekben nézzük, csak szülői aláírhatom. Lehetek az apád?
Inkább legyél az anyám. Ja. A múlt adásban szó volt a Bolyairól, megtudtuk, hogy a Bolyait hogy kell ejteni. Jaj. És András is a Bolyaiba érettségizett. Téged is a Kelemen tanított matematikára? Nem, engem a Kálmán tanár úr tanított, aki azt hiszem épségben és egészségben megvan, hála Istennek, és ez volt szörnyű emlékem nekem arról, hogy érettségi előtt azt mondta, szegény apámat behívatta, és azt mondta, hogy ő nagyon szeret engem, de engem mégis vigyenek el ebből az iskolából egy másikba érettségizni, mert ő nem áll jót azért, hogy én átjussak az érettségi vizsgán. Kérdezte az apám, hogy miért, és azt mondta Kálmán tanár úr, hogy azért, mert én negyedikes gimnazista koromban arra a kérdésre, hogy hogyan lehet 7-ből 8, mennyi az eredmény, ha 7-ből 8-at kivonnak, azt mondtam, hogy azt nem lehet kivonni, mert a 8 az nagyobb szám. És ez igaz. Azóta értem már, esküszöm, érettségi előtt nem értettem azt, hogy mi az a mínusz. Ezt értettétek akkor? Vagy? Nem tudtam, hogy az mínusz 1. Na. Én attól álljulok el, hogy miért nem válaszoltál te jól. Szerintem ez teljesen jó. Ugye, hogy azt nem lehet? Én szerintem se lehet. Engem a Kelemen tanított, aki egyszer úgy jött be, mint Bajor szokott a Dunakeszi könyvtárba. És megállt a Bolyai szobornál? Megállt a Bolyai szobornál, és összetörte, mert azt mondta, hogy két ilyen nagy matematikus túl sok egy gimnáziumban. Azon gondolkodtam, hogy ha én az Imi édesanyja vagyok, én viszont egyben a te fiad is, mert múltkor örökbe fogadtál, akkor... Na jó, hát ezért nem voltam magamnál. Hát nem. Hogy akkor a Pista az ő nagyapja. Hát mondd ki. Ocsenás Pétertől kaptam az alábbi idézetet, vagy levelet, idézem. A február 24-i adásukban Jáksó barátunk egy olyan fárasztó viccel állt elő, hogy én egyből lefordultam a barátnőmről. Kedves Péter, egy titkot szeretnék elárulni. A vicc elmesélésére a barátnőt kért meg. Hát miért halmozza össze, hogy a heti hetest is nézi, és a barátnőjén is munkálkodik? Ez az. Hát miért kell egyszerűen? És közben mire figyel? Felizgult rajtam. Azért rémes, nem, hogy valaki szexuális tevékenység közben a heti hetest nézi, az rémes. Dr. Balsai Tamás, aki az én fogorvosom, és rettenetes sok földmunkát végzett a számba, na, küldte ezt az izét. Nekem, és az az üzenet járt hozzá, hogy jók a fogaid, Laci. Nekem viszont az jut eszembe, amikor az udvarló oda megy a lány édesapjához, és közli, hogy előbb-utóbb feleségül akarja venni a lányt. Hát igen, mondja az apa, de hát mivel foglalkozik? Én WC-pucoló vagyok, mondja az. Elgondolkozik az apa, jó, de van ott valami előmenetel, nem? Hát majd csak feljebb jut. Igen, egy év múlva adnak egy kefét is. De ilyen nagy kef, itt a szomszédaidat is meg tudod tisztítani, nem ezzel? Én ebből csak egyetlen egyre gyanakszom, ezt azért küldték, mert látják, hogy nagy a pofád. De gyakorlatilag neked nagyon nagy szerencséd van, mert úgy tudsz fogat most, hogy nem is kell kinyitani a szádat. Jaj, Istenem! Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! András! Hernádi Judit! Verebes István! Nagy szeretettel köszöntjük Farkas Bertalan! És Farkas Házi Tivadar! És így az első, a szünet előtti pillanatokban nem akarsz rátérni az első hírre. De csak ezt még el akartam hogy mondani. Szoktátok, hogy mi? Várjátok, ezt még olvastam. Doktor úr, a férjem felakasztotta magát. Engem?
Marad a fővárosi koalíció, lesz költségvetés, és akár még a hanoveri villamosok is jöhetnek. Ebben állapodott meg Demszky Gábor és Kovács László a szabaddemokraták által kezdeményezett találkozón. Mint ismeretes, a főpolgármester a villamosvásárlási vita kapcsán a koalíció felmondását helyezte kilátásba. Hát a Bolyaiba, amikor mentünk, akkor hát erről volt szó, én mindig a Pozsonyi úton mentem, és ott járt a 15-ös villamos, nem hanoveri volt, az igaz, régi volt, és itt csinált mindig. És így mentem 5-6 megállót, és olyan helyes volt, és olyan régi volt. Emlékeztek? Te Pozsonyi úton. Én olyan szinten emlékeztem, hogy mi ott laktunk, tudom, és anyám mindig főzött, és jött ez a hang, és amikor odaért hozzánk, akkor mindig anyám azt mondta, virág. És az ablakban lévő virágokat meg kellett fogni, mert az az jó volt, nem tudom, ez a hanoveri milyen, de ez helyes villamos volt. Ez még olyan volt, aminek nyitott volt a peronja? Igen. És olyan harmonika szerűen lehetett a vasat úgy beakasztani. De finom volt. Nyíregyházi konstrukció? Ezt nem tudjuk. Ott ilyen volt. Nekem erről nagy-nagy-nagy teszem be, hogy és nagyon sokat elgondolkodtam. Azt mondod, hogy az nem létezik. Szovjet űrhajós úgy ment, hogy nagy-nagy-nagy. Magyar tetszett. Nem. Egyszer kulcssal beindítottad a Kubaszovot, és a nagy-nagy-nagy-nagy-nagy-nagy-nagy-nagy. Valahol állok a Budapest és a Buda és Pest között a hídon, és elkezdtem gondolkodni, hogy te jó ég, milyen nagyszerű dolog ez a villamos probléma. És milyen egyszerű lenne megoldani, úgyhogy a Móricz Zsigmond téren fölépítünk egy nagyszerű űrrepülőteret, fölmennek a fickók, illetve mindenki, mert így is másfél óra mondjuk átkeveredni a Kerepesi út végére, a Népstadion környékére, ez alatt megkerülik a földet, és ott meg leszállnak a cimborák. Elnézést, hogy én ilyen szakma mellett maradok, de ez milyen nagy terület? Másfél óra. Ez másfél óra. Na most másfél óra, ez idehaza a budapesti forgalomban, akár metró, akár nem metró, akarod, nem akarod, ez valahol belefér. Másfél alatt én a földet megkerültem. Ha fönt voltam a világűrben, azt hozzáteszem, mert mit vitatkoznak ezen a villamosán? Úgyse ők fognak utazni rajta. Ez egy kicsit, én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy ezek fantasztikus villamosok, 15 évesek, igaz? 25 évesek. Szóval ilyen uraságról levetett villamos, megalázó szerintem. F-16-osok is 25 évesek. Az nem ilyen... Téma, ebben nem menjünk bele. Miért nem mennénk bele? Hát azért az embernek csak legyen egy F-16-osa. Na jó. De a múltkor emlegettem Eszterházit, aki azt mondta, hogy micsoda a hülyeség, hogy a jobb oldaliak szerint nem kell metró, a bal oldaliak szerint meg kell metró. Most ugyanezt játsszuk, hogy a szocialisták szerint kell villamos, liberálisok szerint nem kell villamos. 44 ember ül ott bent, 22 azt mondja, hogy kell, 22 meg azt mondja, hogy nem kell. Hát minek ez 22 ember, akkor egy-egy ember legyen bent, és akkor 21 állás felszabadul. Azt mondjam, hogy annak idején volt itt egy ilyen Ganz nevű gyár, meg volt Ikarus, és akkor azok gyártottak buszokat, meg villamosokat. És az amúgy a miénk volt. Hát hogyha olyan nagyon ilyen, nagyon magyarok, meg magyar ipar, meg mi a magyar, az ebben nem érdekes, hogy mi a magyar? De a Ganz egál. Az élet. Ganz egál. Tudod, az életkorra jön meg a tapasztalat. Gondolom néhányan úgy gondolják, hogy a 27 éves villamosnak már akkora tapasztalata van, annyit késik, amennyit akar. Amsterdamban kérlek szépen egy ember ment a sínen, olvasott újságot, és mögötte ment a villamos, és nem csöngetett rá. Szépen ment utána. Mert ő is olvasta így az újságot. Semmi villamos. Mi meg egyszer repültünk. Bocsánat, én is repültem. Én meg repültem a Kapaszkodja fellegekbe forgatásán 1970-ben. Benne voltam? Benne voltam, igen. És repültünk Moszkvából Leningrádba. És azon belső helyi járat volt, és olyan volt, hogy fölszálltunk, és ment fönn jó magasan, nem tudom, 10 000. Mennyi mennek? 10 kö... Mennyi ilyen magasan? Hát 134-es volt. Tupoljev, rendes, igen. 10 000 körül. 12. 12.
és nem úgy szállt le, hogy amikor úgy közeledett, hanem az, az volt az érzésünk legalábbis, hogy a segédpilóta azt mondja a főpilótának, te, az meg itt van Leningrád. Bújtorra két hétig nem tudtunk levegőt venni. Kedvenc villamos történetem a olcsó regényben van, a Nino Manfredi filmben, hogy megcsalja a felesége, kocsival megy a szeretőjével, és a Nino Manfredi fölpatán egy villamos, és azt mondja a vezetőnek, hogy kövesse azt a kocsit. Mi azt mondja, halál elegánsan a villamos vezető, uram, merre megy az a kocsi? Azt mondja, jobbra. És merre megy a sín? Azt mondja, balra. Azt mondja, és helyesnek tartanám is arra menni. Egy héttel azután, hogy menesztette Szenes Andrea alelnököt, lemondott Szabó László Zsolt, a Magyar Televízió elnök. Nem bírta ki nélküle. Hát jó, jársz. Parancsolj. Szabad lenne egy köszönöm. Azt hittem, azt mondod, hogy Szenes. Érdekes. Magyar Televíziót mondtad, ugye? Olyan ügyesen csinálsz, komolyan szépen halkan beszélsz, mégis mindenki úgy rád figyel. Hát egy hősre. Hát majd ki a franc? Egy hősre. Így néz az ember. Egyébként csak azt hiszed, te figyelsz rá, édes Jucikám. Ja. Én például oda se nézem. Oda se nézem. Mert tetszik neked, mi? Azzal a kis kaszkiás bajszával. Érdekes. Neked én még nem mondtál ilyet. Mondtam, hogy fessük be a tiédet, nem hallgattál rám. Azt mondtad, maradjon ilyen sárga, ami... Angyalom, most mondd, összecsókolózzunk, akkor a tiéd szőke lesz, az enyém meg vörös. Hát kell ez nekünk? Mi? Na, a televíziót említette, a királyi televíziót, ugye? Igen. Elmesélek nektek nagyon szűkörben egy történetet, és egy kicsit föl voltam háborodva, azóta sem tudtam helyre tenni ezt az egészet, de ne legyen már ilyen csönd, mert azt hiszem, hogy... De, mondja! Figyelünk rád, mint kösre! Lassan bejönnek, elvisznek, semmi az egész. Mert csak tegyem hátra a kezdemet. Na, következő. Ki nem volt a Magyar Televízió miatt fölháborodva? Ez nem olyan. Na, de ő csak kicsit. Mi? Na, mit csináltak vele? Mondhatom? Na, nagyszerű, következő. Arról szólt a történet, hogy szerettem volna egy évforduló kapcsán azokat az anyagokat visszakapni, amit én annak idején, hát nem a Magyar Televíziónak, hanem mindenkinek csináltam. Fönt, ott, ha vagy a sivatag alatt, most teljesen strátok bizom, döntsétek el, vagy a sivatag alatt, vagy fönt. Hát ahol nem voltál sok. Ahol nem voltam, úgy van. Következő. Fejléces levél. Tisztelt Farkas. Akkor én úr voltam már, úgy van, nem elvtárs, akkor úr voltam. Farkas úr, jött három mondat, szeretnénk önnel közölni, hogy erre az önkérésére a válasz pozitív, és az ilyen is ilyen feltételek mellett. Na most a feltétel a következő voltam. Ha kazettát küldök, akkor 11.260 forint plusz áfa. Ha nem küldök kazettát, és nekik kell kazettát adni, akkor 18.320 forint plusz áfa. És álltam a förmedvény előtt, mert elnézést, hogy így mondom, néztem ezt a nagy kalap szart, mondom, miről tartok. Én ott vagyok fönt a világűrben, 8 napot dolgozok a tisztelt Magyar Televíziónak, orba szájba sugározza és mutatja a népnek, nektek, elnézést, mindenkinek. És akkor utána ezért kell nekem befizetni áfával, kazettával, meg amit tudom én mivel. Na most azért elnézést. Örülj, hogy nem mentek rá Sláger TV-t, hát erre a szavazra. Na csak kérdezz, szerettem volna megkérdezni. Vagy ezért a, hogy hívják, bruhahát. Letörlik és rá a bruhahát. Lendvai Ildikó, Lendvai Ildikó, a szocialisták alelnöke szerint Szenes Andrea... Még igen. A televízióról nem beszélt. Szenes Andrea menesztésével szép... Kusolják! Az hogy van például, most ebben tényleg semmi poén nincs, csak én erről szívesen beszélnék veletek, hogy a György Péter esztéta, ugye azt írja az Élet és Irodalomban időnként, ilyen nagy, hosszú cikkeket, és ez okos fiú, hogy a televízió most van rendben. Hogy itt volt egy olyan... Így kell lenni a televíziózás. Most, azt amióta elment? Biztos, hogy nem, kap pénzt, azért mondja. Utóbbi 10 évben. Várjál, elmesélem. Ő azt állítja, hogy mi... legalábbis mi színészek például, egy szerencsés és különös véletlen helyzetben voltunk, hogy a szocializmust építő népköztársaság ideje alatt, 1950
8-tól, vagy amióta televízió van, 30 évig egy olyan korszakban éltünk, amikor irodalom volt, kultúra volt, televíziójátékok voltak, szerepek voltak, színészeket lehetett megismerni, színészek sztárokká váltak, nagy kulturális élet volt a tévében, azt mondja, ez egy véletlen. Most mocskos szórakoztatás is például. Hát volt, igen, mindenféle. Szilveszter, amit most... Jó, hát igen, nem, azért rengeteg tévéjátékot élt. Azt mondja, hogy ez egy hülyeség, a televíziónk nem ez a dolga. A televízióban akkor ez egy intellektuális terror volt, amit mi végeztünk a magyarok körében, és most van igazán helyén a televízió, mert a nénik, bácsik vidéken, meg Pesten, meg mindenütt Dáridót szeretnének látni, meg szórakoztató baromságot, és híreket, semmi mást. Egyáltalán nem kell a televízióba kultúra, nem is ez a dolga. Csak kérdezem, hogy ezzel ti egyet értetek el, mert én szomorú vagyok emiatt, hogy úgy kikoptak a színészek, és az emberek is úgy megszokták, és rettentesen hiányzik a magyar tévét. Nagyon nagy hibát követtél. Bocsánat. Elolvastad a György Péter cikkét. Nem, hát jó, hát kíváncsi. Nem bolondul. Azt mondja, hogy a világon mindenütt így van. Korrigálok, én is elolvastam. Na, de hát nem jegyzem meg. Jó, hát csak akartam. Lendvai Ildikó az... Nem, még azt akartam mondani, hogy olyan mindegy, elmegy a Szenes Andrea, jön a Szenes Andrea, hát elmegy a Szabó Lasz, hogy a magyar televízió romjain kiregnál. Én nekem meggyőződésem, hogy a magyar televízió jelenlegi állapotája nem ezek a felelősek, hanem a 10 évnek a politikai elit önkényei cinizmusa. Milyen tehát ugye azok csinálták ezt, ne tévedjünk meg. Ennek a 3 évnek, vagy 2 évnek, ez 2 év, amit Szabó László Zsolt művelt, ennek a felelőse nem Szabó László Zsolt. Valljuk be, még az is elképzelhető, bocsánat, jó, hogy a televízió ennek a rendszerváltásnak a nagy vesztesei közé tartozik. Nem lehet az? Nem lehet, hogy ennek jó, a dolog... Miért a televízió? Bocsánat, ők nem tudom. Azok, hát az, akik fizetik, hát úgy és értem. Ezt a szart kapják érte. Hát ők a vesztesek. Ja, nézzük. Lendvai Ildikó. Hagyd már ezt a Lendvai Ildikót folyton. Hogy a Szabó László Zsolt innen most Ausztráliába megy nagy valószínűséggel... Konzulnak. Konzulnak, igen. A Sidney Konzulnak. És elszín nélkül fog ugrálni. De most mondd meg, de megint nem... De azért ő kap végkielégítést, ő kap. Az a mérhetetlen disznóság ebbe, hogy... Ha mondjuk engem kineveznek lóversenyigazgatónak, és tönkreteszem a lóversenyt, akkor én életem végéig nem járhatok ki többet a lóversenyen, illetve kijárhatok, de leköpnek mindig, és ott elég sok futam van, és sok alkalom van erre. Na mostan, jön egy ember kívülről, mindent elad, eladja a szabadságteret, eladja a Bojtár utcát, 1 kiló sót nem marad, hogy beszólják a helyét, és utána vígan elmegy Ausztráliába. Hát ez milyen dolog? Hát legalább egy szakmabeli tegye tönkre. Lendvai Ildikó a szocialisták... Mondd el anélkül az egész írt. Lendvai Ildikó a szocialisták alelnöke szerint Szenes Andrea... Egy szerepelt összesen a televízióban, a 6-szor mondott. A szocialisták alelnöke szerint... Aki Lendvai Ildikó, hát azért valljuk be, hogy így van. Belekeveredett, mint sűn a rágógumiban. Lendvai Ildikó a szocialisták alelnöke szerint... És azt fogják mondani a mi évtél, hogy 86-szor elmondták a szocialisták alelnökének a nevét a heti hetesben. Lendvai Ildikó a szocialisták alelnöke... Szerint... Szenes... Én hagyj ajánljak föl valamit. A Biopont mondod ennyiszer, az, hogy annyi pénzt kap ez a csatorna. Szerint Szenes Andrea menesztésével szétesett a televíziós Fidesz kisgazda koalíció. Ki mondja? Ja, a Lendvai Ildikó. Fidesz kisgazda koalíció, és helyébe a Fidesz, és miért szövetsége lépett. Csurka István ezt képtelenségnek nevezte. Ami a kereskedelmi televíziókat illeti, be kell zárni, és ha ők hatalomra kerülnek, ez meg is történik, tette hozzá a pártelnök. Akkor mondhatok egy viccet a jövőből? Na. Szóval hallotta, hogy le fogják csukni az összes kéményseprőt és zsidót? Ez a kéményseprőket miért? De
akkor be kell tiltani a Sonyt, be kell tiltani a Renault gyárakat, a Toblerone-t, a Tuttomobil. Érdekes, ez ilyen a Savonarola csinált ezt Firenzébe egykor, igaz? És mi lett a sorozat vége? Hát ezt akarom mondani. Papagájtojásokkal a gatyában csíptek fülön egy osztrák férfit Brazíliában. Johann Zillinger hosszú farkú törpe papagájtojásokat melengetett zokniba burkoltan az alsó nadrágjában. Kis híján ki is költötte őket, ugyanis megállapították, hogy a tojásokban előre haladott állapotú fiókák rejtőztek. Hát ha ezek a papagájok kikelnek és elkezdik csipkedni, ami ott van, akkor megjavítja az osztrák sógor a jódlizás világát. Én ilyet nem tudnék csinálni, mert nekem ott már semmi nem fér. Volt neki ott hosszú farkú, meg törpe. Ez már megy? Nem megy. Ez meg a balettosoknak is olyan nagy szokott lenni, az nem lehet olyan védő, mint a boxolóknak a... Azt mondják, szuszpenzornak. Ez megvan, hogy Csoki meg az alma leesnek az asztalról, és az alma felkiált, Csoki azt mondja, ne sírjél, meg pont a magyaromra estem. Ugye. Április 12-én lesz 40 éve, hogy Jurij Gagarin személyében ember járt a világon. De témát választottunk, pontosabban változtattunk. De egyébként nem azért mondom, az nekem a gyermekkoromhoz tartozott. Emlékszem, egy erkélyről néztem, mert akkor én elég kicsi volt, 61-ben volt, ugye? 61-ben repült. Milyen erkély? Bajkon úrból egy erkélyről? Vagy hol? Nem életem, hanem végigment. Innen Budapestre nézted, hogy hogy jövő? Végigment a szerzisván. Várjál már! Sputnikot lehetett látni. Várjál már! Végigment azt, várjatok a jó Istenét, hát nem kell, hogy mondjam. Hát én nem mesél, hogy végigment a Szent István körúton a Gagarin, és én néztem, hogy ott megy a nagy Gagarin. Nem ment fel a lakásodra, vagy mi? Nem, de azt el kell mondjam, hogy Juri. Amikor... Hagyjál már! Hogy az én kislányomnak is volt ilyen nagy élmény. És az apja neve Gagarin. Már. Jó, van rendben. Te itt vita, én a mi erkélyünkről néztük, amikor a magyar elnök, de hogy a magyar, az amerikai elnök itt volt, és akkor mondtam a kislányom, hogy nézd kislányom, ott megy, az a kis pici, ott megy, ott lenne az utca, az az amerikai elnök. És a kislányom mondta, vagy értette a lényeget, hogy az az amerikai felnőtt. Na. Lehet reklám? Nem lehet, mert ezt beszéljük ki, hogy a Bercibben hogy volt. Reklám. Köszönjük szépen. Köszönjük. Laci, szünetről mondanék valamit. Azon gondolkodtam, hogy ez a legendás ember, akit megidéztünk, a Gagarin, alig volt tovább fent, mint a szünet. De mi olyan föltözagadt emberek vagyunk, emlékszem, amikor az Armstrong azt mondta, hogy egy kis lépés nekem is, egy hosszú lépést a bajornak. Kim voltam a lóverseny, mert egész vette aznap ott lóverseny, és egy Holdas nevű zsoké nyert egy Apollo nevű lóval, és egy kalap pénzt fizetett, mert senki nem játszotta. Erről nem számoltál be, ezt nem mondtad el nekem. Hát igen, mert a Teddy egészen véletlenül, a Mimi tudta nélkül, kim volt a lóversenyen. Tehát ez volt a dolognak a lényeg. Kabalából nem játszották meg. De most megint előre mennék, én tudom, hogy nem szabad előre. Nem, most előre hogy volt az, vagy nem szabad, az van az a hír, hogy nem voltak a Holdon. Mindenesetre, amikor az amerikaiak föl... Bocsánat, együtt emlékszel, hogy hol láttuk a holdaszállást? Tihanyban. Bementünk egy szállodának, és ott igen, néztük. 69, igen. Együtt néztük, igen. De hát, ha nem volt, akkor... Akkor is. Nekem akkor is nagy élmény. Hát, de akkor nem érvényes. Rendszerváltás sem volt, és így néztem. De akkor nem érvényes. De akkor nem érvényes az a mondat se, hogy gyerünk, Mr. Rugby. Emlékeztek arra? Mi? Ember nem tudja, miről beszélt. Nem, hát amikor az Armstrongot most, 30 év után megkérdezték, hogy amikor fönn volt a Holdon, akkor azután, hogy kis lépés az embernek, de nagy lépés az emberiségnek, vagy pontosan nem tudom, mit mondott, de utána így. Azt mondta, gyerünk, Mr. Rugby.
és kérdezték, hogy ezt miért mondta. Azt mondta, gyerekkorunkban labdáztunk a ház körül, és elrepült a labda a szomszédunkhoz, és én oda mentem érte. Nem, itt ez valóban így volt. Elmentem érte, és oda kerültem Rögbiék lakása alá, és onnan hallottam, hogy Mr. Rögbi a feleségét... Dugja? Nem, orális közösülésre kéri fel, és a Mrs. Rögbi azt mondta, majd akkor, ha a szomszéd gyerek a holdra száll. És hogy ezért mondta ő azt, hogy gyerünk, Mr. Rögbi! Na de ha nem volt fönn, akkor az egész nem érvényes. Hát akkor ez se érvényes. De az eredmény megvan. Megvan? Megvan, jó megvan. Van. Leváltott a Bánk Attilát, a Kisgazdapárt parlamenti frakciója, és helyére Szentgyörgyvölgyi Pétert választotta. Bánk szerint a frakcióülés nem volt legitim, így a döntés sem az, ezért tehát továbbra is magát tartja a frakció vezetőjének. Mi az? Most mit csinálsz? Mindig, amikor kisgazda ügyről van szó, újabban... Elkezd égni, nagyon, nem tudom. Én beveszek egy kis szódabikarbóra. Legyen neked miért. Csak nehogy fölbe fizzed. Az a legfontosabb. Mert én olvastam még itt mellékesen, így küldtek ugye ehhez, amikor küldték a híreket, volt egy rész benne, ami azért nem tartozik közvetlen a hírhez, de az itt vagy Bencéné, Tóth Juditot, tudod, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő vitte oda a pénzt Torján Attilának? Üzérkedés alapos gyanújában folyik ellene a nyomozás. Hát most folyik ellene a nyomozás, ugye mit tudom én, hogy mi volt vele. Ezért 3 évet kaphat. Ha viszont kiderül, hogy nem adta oda a kenőpénzt Torján Attilának, tehát a Torján Attila ugye kimosakodott, akkor viszont ezért a nőt 5 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik. Szabadi Béla volt államtitkár csak jogi képviselője jelenlétében hajlandó válaszolni Boros Imre megbízott miniszter kérdéseire. Szabadi kifogásolta, hogy előzetesen nem ismerhette meg a Hagyd a francba! Mondjál akármit helyett! A kérdéseket. Az újabb kihívásokra nem. Téged ezt ne zavarjon. Egyáltalán tényleg semmifajta rossz érzésed ne legyen, nem miattad nézik a műsort, úgyhogy te gonosz dalad volt. Olyan az arcom, mint Louis Armstrong hangja. Szabadi Béla volt... Trombita formájú? Vagy? Rekett. Rekett. Ja, hogy... Rekett arca van neki. Szabadi... Akkor így olvasd fel a hírt. Szabadi Béla! Az más. Szabadi Béla volt államtitkár, csak jogi képviselője jelenlétében hajlandó válaszolni Boros Imre megbízott miniszter kérdéseire. Szabadi kifogásolta, hogy előzetesen nem ismerhette meg a megválaszolandó kérdéseket. Az újabb hívásokra pedig azt üzente, hogy csak írásban hajlandó válaszolni. Nagy dolog, hogy túljutottál ezen. Köszönöm. Komolyan mondom. Nézzük a következő hír. Könnyebb lesz mindenkinek. Mert erről senkinek egy gondolata sincs, te nem tudod felolvasni, senkit nem érdekel, gyerünk fel! Na most a pisztatúrára válaszul. Tisztelt Bajor művész úr, ez egy levél, és nem én írtam. A 2 héttel ezelőtti adásban ön szomorúan jegyezte meg, amikor nyalókát kaptak ajándékba, hogy sajnos whisky ízű nyalóka nincs. Nos, örömmel jelenthetem, hogy tequila ízű viszont van. Tudom önről, hogy szívesen jár Mexikóba, ezt a szomszédból, Texasból hoztam, és remélem ezzel is sikerül egy kis örömet szereznem. Annál is inkább, mivel a legutóbbi adásban, amikor Gálvölgyi művész úr ajándékot kapott... Megláttad? Ön elég szomorúnak látszott. Szerintem ön nagyon jól ismeri a mexikói tekilázási szokásokat, így gondolom, ön is tudja, hogy a kukacos a legjobb. Akit legjobban tisztelnek, az az illető kapja a kukacot. Most az öné, fogyassza egészséggel. Sok szeretettel, Anikó! És él. A fenét él. Kukat van, lehet, hogy ezt nem egy utazótól, hanem valami egészen mástól kaptad, hogy szofogasd a kukacot.
Erőt eszembe, hogy egyszer pont a Lepkék a kalaponnak a premierjére kaptam az írótól egy ajándékot, és abba piócákat kellett ugye magamra rakni mindenhova, te rendezted életem. Piócákat, amit én a szerelmi jelentbe elfelejtettem levenni, mert már... Ez volt, és mondtam, hogy szeretlek, és így lógtak a piócák. És ez adott nekem egy igazit. És már amikor megfogtam, be volt csomagolva, akkor éreztem, hogy el fogom dobni. Rosszul leszek. És az volt benne pióca. Eldobtad? Nem, mert aztán úgy mással csomagoltam. Nem, de elajándék. Egy mondatot. Ne, tényleg nem akar viszonylag kisgazdákat, de egy nagyon jó mondata volt az a Szabadinak, ugye, mert azzal vádolták, hogy ledarált az iratokat, és azt mondta, hogy ő csak 3 zsákot darált le, és amint ledarált volna, neki 4000 zsák irat ment át a kezén egy év alatt. Mondhatta volna azt is, hogy kisgazda farsangra készülődött, és ilyen konfetit meg szerpentint csinált belőle, de azt mondta, hogy azért vitt haza egy pár zsáknyit, hogy megőrizze az utókornak. De az ez nem az irat egyik, volt, az mondod. Dokumentum, nem? Utókor annyira kíváncsi lesz, hogy mi lehetett Szabadi Bélával annak idején. Már most izgalomban van. Itt van, az van, hogy távozás, akkor nem akar szemétdombot maga után hagyni. Illetve hát nem írva. Tudta, hogy mekkora valamennyit el akart vinni belőle. Hát ez... Az a legtragikusabb, és ezekre az emberekre ez a jellemző, hogy én elég sok szövetségben álltam a pályám során 30 év alatt, Kaposváron, Zsámbéki Aser Babarcékkal, előtte a Gyurkóval, 25. színházban, aztán Bálint Andrissal, sok helyről eljöttem magam. De az elképzelhetetlen, hogy akikkel együtt dolgoztam, akikkel együtt közösséget váltam, hogy azokra bármi olyan rosszat mondtam volna. Hát a legnagyobb megbecsülés hangján beszélek ezekről, és azt hiszem ők is rólam. Szóval, hogy micsoda emberek ezek, hogy együtt kezdték, együtt voltak szövetségesek, és most ezt művelik egymással, nem? Még beveszek egy kis szódabiklatból. Egyetlen jövendőlésem, csak a Pista mondott valamit, hogy hány színházban volt. 1986-ban jelent meg az első könyvem, és akkor előrevetítettem, hogy mi lesz 2000-ben, és azt írtam, hogy Verebes István egy személyes színházat alapít, majd felmond. És te megalapítottad, a Komédiumot. És fel is mondtam. És hányan voltatok a Komédiumban? Én egyedül. Sokat beszélünk még a kis gazdákról, mert elég lesz ez a... Nem lesz elég, de még valami szükség. Mert hogy itten találtam még a Szabadiról itt a cikkében, ugye arról van szó, hogy ő elköltözött annak dacára, hogy neki van pesti lakása, jó Kőbányán, de kapott egyet itt valami Záfor utcába, vagy hol, vagy nem tudom. Na mindegy, a lényeg, hogy valószínűleg egy jó lakás lehet, és kérdezik, hogy visszaköltözik-e Kőbányára, azt mondja, hogy erre nem válaszol, de őt megillett ez a lakás. Utána lehet nézni, havi 12.000 forintot fizettem érte. Most az a kérdés, hogy villanyszámlával együtt, vagy anélkül. 112 év után érkezett meg egy levél az ausztráliai Brisbane-ből a skóciai Aberdeenbe. A postásnak azonban nem sikerült kézbesítenie a küldeményt, mert a család már kihalt. Így a levelet visszaküldték a feladónak. Azért van. Mert látták, hogy portós, és a Skóciába megy, hát akkor várhattak egy kicsit, érted olyan. Én értettem, csak... Jó van. Tehát nyilvánvalóan jobban kellett volna kifejteni. Nekem megvan a levél. Tessék. Na, mondjad. Hát felolvashatom? Mondjad. Amit tehát Brisbane-ből írtak 112 évvel ezelőtt Aberdeenbe. Drága Linám, most jöttünk vissza Sydneyből, isteni idő volt, fürödtünk sokat a Bondi Beach-en. Pesten egyébként nagy újság van, megszületett unokahúgod fia, nevezett Kern Lajos, és ha minden jól megy, 1909-ben feleségül veszi Rein Irmát, aki Kern István néven fiút szül neki, aki, ha túléli mindkét tervezett világháborút, és hazajön a légióhágóról, 1948-ban létrehozza Lustig Lilivel a Kern Andrist, és ha még további szerencsénk is van, akkor ő a jövő évezred elején, te jó Isten, Linám, hol leszünk mi már akkor? Szóval a Kern Andrist majd felolvassa ezt a levelet a heti hetesben, ha csak a posta meg nem tréfál, ölel Arnold bátyád 1889.
A levél. Nem értem, az egész ausztrál rokonságot engem is ismer, hogy nem vagyok benne. Ne elfelejtették! Nekem nem üdvöz, engem senki nem üdvözlött. 1889-ben? Hát minden, senki kis, nem azért tudta. Szakállas kengurú, nincs minden utcasarkon. Túri Kovács Béla vizsgálatot indított annak megállapítására, jaj, hogy igaz-e, hogy egy fél... hogy egy... csak, persze, hogy egy fél éve az egyik környezetvédelmi államtitkár, vagy annak ismerőse Fenékpusztán a Nemzeti Park kutatóházában egy születésnap alkalmából szétlőtt egy festményt, amely Herman Ottót ábrázolja a Kis Balatonnál. A kárt nehéz megállapítani, mert a TV2 szerint a festmény a restaurátornál elégett, így csak a kereten lévő lyukak bizonyíthatják a dolgot. Állítólag a mester újra megfesti Herman Ottót a Balatonnál, csak kölyöket rajzol rá, és ilyen számokat is. Tudjátok, a majál is mi úszta meg? Na. Azért, mert fekvő alakokat nehezebb eltalálni. Hadd köszönjem meg Cipó Évának, és most egy mozgalmat akarok az ő gondolata és küldeménye alapján indítani. I. és Gyula nyitott ajtó című 1963-ban kiadott versfordításokat tartalmazó könyvéből küldött két négy sorost. Cao Ye, 9. század kínai költő négy sorosát, az állami magtár patkánya, erre a híre. Így szól a vers. Az állami magtárban a patkányok kövérek, eszükben sincs szaladni, ha emberek belépnek, koplal a hadsereg, éhen vész a kapásnép, patkányok, mi jogon zabáljátok a mácsét? Azt szeretném a heti hetes kedves nézőinek felajánlani, hogy szívesen veszünk minden olyan irodalmi, tehát legyen már valami kis érték a televízióban, tehát minden olyan irodalmi egysoros, kétsoros idézetet, amely úgy gondolják, hogy a heti hetet tudják, hogy mi a heti hetes, heti hetes című műsorban felolvasható. Tehát a világirodalom bármely művéből kis idézeteket kérünk beküldeni. A cím... Tirixi légy olyan jó hozzám. 1119, Budapest, Sopron utc 40. Tehát hagyd mondjak el. Írják rá a borítékra, hogy idézek. Mondok egy két sorost. Egyszer a Kibédi Ervinnel mentünk föllépni, és azt mondta az Ervin, mindenképpen előtte kérdezzük meg, hogy a gázsi megvan-e. Az a lény. Kultúrház igazgató állt kint. Ervin kiszállt kocsiba, és azt mondta, kezdj csókolom. Milyen szép kultúrházuk van. Erre isszunk. Mondom, ez idáig rendben van. Azt mondja az egy, tessék mondani, a gázsi, rendben van. Azt mondja a kultúrház igazgatónő, rendben van. Szóval barázdát szállt a földben a gyalú. Csodálatos, csodálatos falu. Minden alkalommal el. Ez a hajtérjek el a híre vissza, hát ez a hét híre azért egy nemzeti parkba, azóta az egyik tévé kiderítette, hogy olvadászattól szerzett vadhúst tettek, amit egy tűzoltószertárba őriznek, szóval azért nem mindennapi dolog. Mert Teddy, ha te például egy kicsit úgy kimulatod magad, azért csak belelősz egy-egy képbe, nem? Az olaszok életében két igen fontos dolog van, a vallás és a szex. Az egyház most megkönnyíti dolgokat, megjelent egy kézikönyv, amely a katolikus egyház szerint helyes szexuális életet mutatja be. A könyv címe Szent Szex. A könyv megtilt többféle érintkezési formát, a kölcsönös örömszerzést egymás paradicsomba repítésének írja le. Azt nem tudom, nem kérdezem, hogy te milyen vallású vagy. Azt nem tudom, hogy a klérusnak miért nem mindegy, hogy te hogy szereted. Mit tudom én? De csak egyetlen egy betűt változtattak, mert azt mondták, hogy nem szabad az orális szex, de szabad a morális szex. Ne, le van írva, csak olyan bonyolultan, szóval végig kell feküdnöd,
úgyhogy semmi ne lógjon ki belőle. Ne. Édenpozitúra. Fölolvasod? Nem, de nem. Édenpozitúra. Hadd mondjam már, rövid. De mi új imádszó? Jó. Na, hogy az anyát tudom kívülről is. Édenpozitúra. A férfi, csak ennek lett volna valami ízé, hogy látja, le van írva. A férfi, nem én találtam ki, férfi hanyat fekszik, combjait szorosan összezárja, úgyhogy onnan semmi sem áll ki. Ez én vagyok, idáig ezt tudom. És a nő pedig mesztelenül ráfekszik, és oda van írva, hogy itt lehet aztán csókot váltani és beszélgetni. Na, most téged nem értelek, mert magamat értem, nekem akkor jó, hogyha elzsibbadott, nem? A heti hetes tagjait meghívták az operabárra. Én megtiszteltetésnek vettem, és nagyon kifejezetten Korcsmáros Pétert reverenciózusan fogadott bennünket, külön megtisztelte az asztalunkat. Az egész, hát a feleségem nagyon jól érezte magát, de a, szép volt a műsor, az egész tel, minden rendben, de a legnagyobb örömömet nem mondom el. Az annyira... Miért so, nem? De elmondom. Na. Figyeltem, mentek táncolni, jókedv, minden, és az egyik sarokban ott áldogált szomorúan egyedül a Stumpf. Hát én annyira jól éreztem. Tudtam, hogy miért mentem. Figyeltem, hogy az Eszterházi Fec... Ha már így, bocsáss meg, majd úgyis belekezdett még egyszer. Na, te is kezdjél. Hogy a Szenes Andrea ott volt, én nem vettem észre, a Görög Laci mondta nekem, hogy itt van Szenes Andrea. És na jó, mert maga is mint átlátja az egész termet. Úgy néz ki. Aljas vagy! Aljas! Nagyon eladta neki! Rohadt aljas vagyok, igen, tudom. Nem baj. És azt mondta, hogy úgy... Most olyan, akit szeretek, érted? Annak kell beadni. Igen. És azt mondta, hogy úgy néz ki a Szenes Andrea, amit Hóférk, akit elhagytak ott. Én ott voltam egy elegáns ilyen 5000 forintos smokingba, és azt figyeltem, hogy a... Kölcsön? Nem, holland. 5000 forint volt? De most ezt most mielőtt... Álljunk meg, a Miminek a ruhája is állzok 5000-re kerül, de azt nem hiszem. Teddy, tényleg a szabad ne felejtsd. Kézzeljék el, egy hét az opera bál előtt, életében még ilyen komoly nem volt, azt mondta, Imóka, szeretnék feled beszélni. Mondom, úristen, valami tragédia van. Menjünk félje, jó. Mondom, hát vége van, valami, vagy velem, vagy vele, valami, nem tudom, elbúcsúzik végleg, szóval valami. És azt mondta nekem, milyen szemembe nézve, Imoka, nincs egy fekete szövet, na a diágod. Ilyet. Azt mondta, nem állt, ha valjajta egy ilyen csík oldal. Mondom, momentán most nincs egy fekete. Mondom, nem arra gondolsz, hogy ilyen smoking, na aja gondoljok, de nem, a, nem akarok egy egész smokingot venni, mert felső észem van. Hova tűnt az alsó? Így nézett ki a báb. Hova tűnt az alsó rész? Sose volt. Mi a francnak vette egy felső rész? A mucikám meg gondolta, hogy itt ül benne. Hát ki a felét érdekli, hogy mi az van én, alul? Az én nagypapámnak volt egy testvére, és akkor a dédszüleim meghaltak, akkor azt mondták, hogy fele-fele minden. És akkor a Rémai Lexikon azt mondta, K-ig a tiéd, K-tól... Mondta, de úgy, és volt nekünk, maradt ma is, K-tól Z-ig van a Rémai Lexikon. De olyan. De nem érdemes jól öltözni az Eszterházi herceg feleségével, senki nem beszélt egész este. Találjátok, hogy miért? Az Eszterházi herceg feleségével? Igen. Bocsáss meg, mert akkor a ruhája volt nyilván. 3,5 méter volt a szoknyája. Ilyen harangszoknya volt, ilyen, de ilyen az a abroncsos. És abban rock'n'rollozott, az nagyon hülyén nézett. És ilyen 12-kor harangozott a szoknya. Gyerekek, most már hagyjátok a p***ába ezt az operabátot. Órája hallgatjuk, se a Magyar Köztársaság hőse, se a Gál Völgyi helyettese nem volt meghívva. Mit érdekel, hogy mi volt az operabál? Gyerünk tovább! Egyikük fönn volt az űrbe, másik a Vicc színházba, ti meg ott izétek az operában. Ők sem voltak meghívva. A szegény magyar nép!
Az Isten verés. Székely Zoltán vesztegetésen ért kisgazda képviselő ügyvédje szerint a legfőbb bizonyítékként emlegetett tettenérési hangkazetta valójában néma, nincs rajta semmi. Az ügyészség egyelőre nem kíván nyilatkozni az ügyben. Az érdekes, hogy ezt az ont meg az offot nem tudják megkülönböztetni. Az on azt jelenti, hogy be, az off azt jelenti, hogy ki. Most a kernel mi egyszer kitaláltuk, önök nem tudják, a televízió vezérlőben itt is úgy van, hogy van a rendező, és van mellette a vágó. Mondjuk a Bodnár maga vág, tehát ott ez nem érvényes. A vágó az, aki 1, 2, 3, 4 kamera van, és akkor van 4 gomb. És a rendező így nézi a monitorokat, és azt mondja, 2-es, 1-es, 3-as, 2-es, és akkor azt nyomja meg azt a gombot, az a kamera van beadva. Na de hát van, hogy téved a vágó is, ugye? Téved. Mellé vág. Ez jó. Nem, az is téved. Kernel, kitaláltuk, hogy négy embernek kell ülni, az egyik az egyes nyomja, a kettet, ő tudja, hogy ha kettes hallja, akkor neki kell nyomni. Játsszuk, hogy hogy lesz, akkor... Nem emlékszel? Nem. Akkor te vagy a rendező, én vagyok a vágó. Igen. Én vagyok mondjuk a... Kettes kamerának a vágója, ő az egyesé, ő a hármasé, ő a négyesé. De jó Isten, de bonyolult lesz ez. Tessék. De csak mondd. Kettes. Egyes. Bum. Hármas. Jaj, b***ha meg! Kettes. Nem, akkor is eltéveszti a magyar ember. A magyar titkosszolgálat olyan azt mondja, Béla, kapcsolj be! Nem biztos. Egyetem. Nem biztos, hogy már a kezdet-kezdetén eltolták ezt a felvételt. Ez, hogy felvették mondjuk, csak amikor meg akarták hallgatni, akkor véletlenül a play gomb helyett meg felvétel gombot nyomták be. Tudod? És azért nem hallottam. Hogy van, hogy azon a készpénznek leszünk? Tehát Székelyt ugye ma mindenki elítéli, mert a sajtó megírta, állítólag nincs semmi a kazettán. Itt van a fekete angyal, aki megölt 40 ember, de semmilyen bizonyíték az égvilágon rajta. A Dési ügyben a csaj azt mondja, hogy nem vitte el a Tolgyán Attilához, de rögtön rásütöttük a Tolgyán Attilára, hogy átvette a pénzt. A Nógrádi Zsolti elmondott egy csomó embert, mindenki azt mondta... Nem kell részletezni, ők tudják, hogy mindenki lop. De téged konkrétan zárnak sítre, nem általánosságban. Miért? Nem? Sofron út. Hát lassacska. Sofron út? Erre várj. Hogy hívják a kikapcsolt indiánt? Off. Ez jó! Meg jegyeket. Jegyeket a Danubius rádióban lehet nyerni például. Nekem mindig olyan jól érzem magam, végsősorban... Na, mondjad! Olyan szomorúan kell hazamennem, nem mindig. Találós kérdés, Albert Einsteinnek volt Frank nevű testvére? Nem tudom. Ennyiből a tesetlen, jó van. Eheti feladvány hírünk, amelyre hozzászólásaikat várjuk a következő. Ausztria országon belüli távhívó számainak átalakítására vonatkozó, előkészítés nélkül kiadott, majd visszavont rendelettel debütált Monika... Hú! A hú az Monika nem... Monika pont hú! Szerintem milyen... Ausztria? A Forstinger? Legyen az. Írjanak valami hülyeséget bármilyen hírrel, nem tudja a közlekedési tárca új vezetője. A Die Presse a következővel... Tényleg azt hiszed, hogy ebből megérti valaki? A Die Presse a következővel kommentálta a hírt. Van még ilyen, nem? Ausztria telefon olyan hobbi... Pistát fölveszik videóra, megnyomják az off gombot és visszanézik. Felirat Pavlov laboratóriumának ajtaján. Kérjük, kopogjon, ne csengessen! A DIP Ausztria országon belüli távhívó számainak átalakítására vonatkozó, előkészítés nélkül kiadott, majd visszavont rendelettel debütált Monika Forstinger, a közlekedési tárca új vezetője. A DIP Presse a következővel kommentálta a hírt. Ausztria tele van olyan hobbi politikusokkal, akik bizonyítani akarnak, de küldetéstudatuk általában jóval több, mint hozzáértésük. Erre várjuk a... A Jáksó egy... A telefon... A
telefonszámunk 061-203-0253, e-mail címünk, vagy mit tudom én, a levél címünk 1119 Budapest, Sopron út 40, e-mail cím, 70-es utat, rtlclub.hu, és van egy weboldal is, www.rtlclub.hu. Találkozunk egy hét múlva.